Kicserélődtek a bankjegyek, az év tanyája. Sportolj velünk! Turista csalogató rendezvények tomajon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. május 15-én 18 óra 5 perckor. Az 1000 forintos bankjegyeknek már több mint a fele újakra cserélődött március 1 óta, mióta az új bankjegyek forgalomba kerültek Karcagon is. Már kicserélődött az 1000 forintos bankjegyek több mint a fele. Az 1000 forintos bankjegyeknek már több mint a fele újjakra cserélődött március 1-e óta, mióta az új bankjegyek forgalomba kerültek, közölte a Magyar Nemzeti Bank honlapján csütörtökön. Az MNB rámutatott, a forgalomba lévő régi 1000 forintos bankjegyeket október 31-ig lehet a készpénzforgalomba használni. Ezt követően a jegybank bevonja azokat. Sokat beváltottak előtte, mielőtt ugye nem lehetett vele fizetni, de most már nem hoznak. De még a bankba ott bármikor még be lehet váltani. Hamar megtanulták, azt tapasztaltam, hamar megtanulták az új ezrest, és akkor sokan kérdezik, hogy a régi ezressel meddig lehet fizetni, én tájékoztatom őket, mert van is egy kis tájékoztatóm, amit ugye a bankból kaptam, és 10.31-ig még a régi ezrestre be lehet váltani, azzal lehet fizetni, az még forgalomba van. A régi bankjegyek a bevonási határnapot követően nem veszítik el értéküket, minden bank és postafiókban 3 évig, az MNB lakossági pénztárában pedig 20 évig, 2038. október végig díjmentesen átválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. Az MNB felhívta a parkoló, menetjegy, ital és árautomata üzemeltetők figyelmét, hogy akik eddig még nem tették meg, azok mielőbb készítsék fel berendezéseiket az új 1000 forintosok elfogadására. Az MNB 2014-ben kezdte meg a forintbankjegyek megújítását, hogy a régi címleteket egységes, korszerű biztonsági elemekkel rendelkező, a bankjegyvizsgáló gépek által is könnyebben kezelhető bankjegyekre cserélje. Az elmúlt években bevonták a régi 20.000, 5.000 és 2.000 forintos bankjegyeket, amelyekből már csak az új változatokkal lehet fizetni. A tavalyi népszerű felhívás után idén második alkalommal hirdetett pályázatot az év tanyája díj elnyerésére. A felhívásra ezúttal 4 kategóriában lehet jelentkezni. Karcag és térségéből is várják a pályázatokat. A Földművelésügyi Minisztérium idén második alkalommal hirdett pályázatot az év tanyája díj elnyerésére, amely július 31-ig lehet jelentkezni, mondta Szakáli István Lóránd, az FM Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős helyettes államtitkár a csütörtökön Budapesten. Kiemelte, hogy a szaktárca honlapján elérhető felhívásra 4 kategóriában lehet jelentkezni, és idén először határon túli tanyák is pályázhatnak. A tanyák kizárólag elektronikusan az év tanyája kukac.fm.gov.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Kifejtette, hogy elsősorban olyan tanyák jelentkezését várják, amelyek a hagyományos gazdálkodási formákra helyezik a hangsúlyt. Az év hagyományőrző tanyája kategória főként a hagyományos tanyai jelleg megőrzését támogatja, míg a határon túli tanyafelhívás azért jött létre, hogy a kormány felméri a külhoni magyarság tanyáinak helyzetét. Ezek mellett az idén is odaítélik a közönség díjat a legtöbb szavazatot elnyert pályázatnak, amelyekre voksolni az erre a célra létre hozott közösségi oldalon lehet majd. Hangsúlyozták, hogy tavaly a felhívásra több mint 100-an nyújtottak be pályázatot, amely azt mutatja, hogy a tanyán élők büszkék az eredményeikre. A helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Tanyák és a Tanyafejlesztési Program című kiadványt, amely többek között mindenki számára jó példaként szolgáló tanyagazdaságokat mutat be. Emlékeztetett, hogy a tanyaprogram már az egész Alföldre kiterjed. 2011 és 2016 között, amint egy 1700 nyertes pályázatra több mint 8 milliárd forint forrást biztosítottak. A kormányzat támogatásával a tanyafejlesztési program folytatódik, mivel létjogosultsága van a magyar vidékfejlesztés politikájában. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban csekély mértékben nőtt a tanyai létformát választók száma, közel 200 ezer ember él tanyán. Kitért arra is, hogy az elismeréssel és a kiadvánnyal szeretnék népszerűsíteni és vonzóvá tenni a tanyasi létformát a 21. század embere számára. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Sportolj velünk családi délutánt tartott a strandon. A mozgás, mint óvodáin kiemelt nevelési területe, az egészséges életmódra nevelés iránti elkötelezettségünk, a mindennapi mozgás fontossága inspirálta intézményünket,
az Akácsliget fürdőbe a program évekkel ezelőtti elindítására, mondta Balajtiné Sütő Margit tagovoda vezető, a nap egyik szervezője. Intézményünk pedagógiai programjában kiemelt hangsúlyt és kiemelt területet foglal el az egészséges életmód, a nevelés, a mozgás fontossága, és ugye az óvodában minden nap van mindennapi mozgás, ez általában 10-20 perces mozgás, illetve vannak nagy testnevelés foglalkozások, amikor ugye a gyermekek ugye mindenféle mozgást kipróbálhatnak különböző sporteszközökkel. Ma a Sportolj velünk családi sportdén után rendezvényre került sor. Ezt a rendezvényt a mai nap harmadik alkalommal rendezte meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda. A mai nap 5 sportágat fogunk bemutatni a gyermekeknek, a kerékpározást, az úszást, a futballt, a birkózást és a talajtornát. Az itt lévő edzők, szakemberek egy kis tájékoztatást adnak ezekről a sportágakról, illetve bemutatják a saját sportolóikkal a sportágnak a szépségét, és utána pedig az óvodás gyermekeket bevonva ők is kipróbálhatják a sportokat. A sportágak kipróbálása, népszerűsítése mellett az is a célunk volt, hogy beszéljünk az egészséges életmódról. A felkért szakemberek az érdeklődő szülőknek, nagyszülőknek konzultációs előadást is tartottak a mozgás fontosságáról, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Mai délután még 2 előadást fog tartani két óvodapedagógus kollégánk. Az egyik kollégánk Popovicsné Nagy Mária, ő az úszáshoz szokatás, vízhez szokatással kapcsolatban tart előadást. A másik kolléganő pedig Gyulainé Nagy Zsuzsanna, ő pedig kimondottan az óvodában végzett tartásjavító tornáról tart tájékoztatást a szülőknek, illetve az érdeklődőknek. Ezen a délutánon az óvodásoknak és szüleiknek a Karcagi Sportegyesület 10 szakosztálya közül 5 be is mutatkozott azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a későbbiekben akár az óvodások is csatlakozzanak a szakosztályok például úszó-birkózó munkájához, tudtuk meg Szepesi Tibortól, a KSE ügyvezetőjétől. Minden olyan rendezvényt fontosnak tartunk, ahol megmutathatjuk egyrészt a gyerekek tudását, másrészt azokat a szakosztályokat, amelyekben nagy szeretettel várjuk a gyerekeket, kicsit idősebbeket, vagy akár a szenior korosztályt is. Igen, nagyon fontos, főleg abban a korosztályban, ahol a legfogékonyabbak, a legmozgékonyabbak a gyerekek, és ahol talán a legnagyobb érdeklődés is mutatkozik a mozgás iránt. Ezt a mozgás igényt kell fönntartani ahhoz, hogy majd nyilván a későbbiekben ne a számítógép előtt nem mindig olyan helyzetben legyenek, ahol háttérbe szorul a mozgás, hanem szeressék meg kisgyermek, egészen kisgyermekkorba, és aztán folytassák természetesen a sportpályafutásokat. Mozogni ebben a jó időben, jó levegőben, itt a szabadban egyrészt öröm, másrészt pedig igen, valóban örülünk annak, hogy évről évre megrendezésre kerül. Köszönjük a lehetőséget az óvoda szakembereinek, munkatársainak, köszönjük azoknak a szülőknek, akik elhozzák csemetéiket. Lehet, hogy nem a mai nap fognak megismerkedni azzal a sportággal, ami nekik esetleg életük meghatározója lesz, de itt vannak, szétnéznek, mozognak, együtt vannak, örülnek, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. A szakosztályvezetőktől, edzőktől rövid ismertetőt hallhattak, majd a fiatal versenysportolók segítségével lehetőség adódott a sportágak kipróbálására, hiszen fontos, hogy testközelből megismerjenek minél több sportágat a kicsik, hogy tudjanak választani a nekik tetsző közül. Nem lesz mindenkiből világbajnok, olimpiai bajnok, de ezt ebben a korban még nem tudjuk. Tehát maga a lehetősége mindenkiben ott van. Ehhez meg kell találnia egyrészt azt a sportágat, amely neki a legkedvesebb, amelyben a legjobban érzi magát, amelyben a legjobban tudja a tehetségét kibontakoztatni. Másrészt meg kell találnia azt a kölcsönös szimpátiát, összhangot az edzővel, a sportszerrel, ami azt a lehetőséget adhatja meg, hogy ő valóban olyan eredményeket érhet el, ami nem csak önmagának, szüleinek, hanem akár a városnak, vagy az egész nemzetnek becsületére és dicsőségére válik. Juhász Juditot, a Tomai Monostorai Művelődési Ház vezetőjét kérdeztük meg a 2018. év tomai rendezvényeiről. A 2018. február óta itt dolgozó vezető elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális programok megszervezésére, a hagyományokra és a szórakoztatásra is egyaránt.
2018. februárjában kerültem Tomaj Monostorára, mint művelődési ház igazgatója. Sokrétű tapasztalatom és kreativitásom felhasználásával szeretném minél szélesebb körben megismertetni a tomai helyi lakosokkal a kultúrát és ennek fontosságát. Írtunk egy tervezett programot már 2018 évre, körülbelül az év végéig. Lesz sportbőrzénk, nyári garabonciás nyári tábor, aztán szeptemberben Mária napi búcsú, és mindenféle ilyen, mint a földnapja, víznapja, mindenféle ilyen fontos eseményt szeretnénk megünnepelni a minden korosztály számára, ugye az óvodásoktól kezdve a felnőtt korosztályt és a nyugdíjasainkat is szeretnénk bevonni, minél több fajta színes programba, mert nagyon aktívak, és úgy gondolom, hogy fontos, és az ők által megszerzett tapasztalatot továbbadni a fiatalabb generáció számára. Nyáron Pünkösdi foci kupa, illetve rendhagyó programok sora is várja az ide látogatókat. A művelődési ház vezetője elmondta, hogy nagyon aktív és kreatív kollégák segítik a munkáját, és így ezért is kerülhetett sor, mint egy 100 darab madárodú elkészítésére is, amik a Madarak és Fák napján kerülnek elhelyezésre. Én azt gondolom, hogy meglehetősen fiatal kollégákkal és aktív és kreatív kollégákkal dolgozom együtt, úgyhogy én is fiatal vagyok, tehát semmiféle jó ötletet nem szoktunk elvetni. Megbeszéljük, újra gondoljuk, és akkor megvalósítjuk. Történt ez így az április folyamán, hogy madárodút készítettünk a Tomaj Monostorai Általános Iskolások és szüleink bevonásával. Így 100 darab madárodút sikerült elkészítenünk, amit majd a Madarak és Fák napja alkalmából május 10-én föl is fogunk szentelni, és ez is egy olyan kezdeményezés, ami eddig így nem működött nálunk, és akkor ezt majd tovább szélesítjük. De bármilyen ötlettel bárki megkeres minket, hogy mi lenne, ha megcsinálhatnánk-e ezt, akkor úgy gondolom, hogy senki elől nem szoktunk elzárkozni, úgyhogy közös főzéseket tervezünk, Baba-Mama klubnak a bevonásával, ott is így fiatal anyukáknak tanácsot adunk, egészséges életmód jegyében szintén, gyógytákról előadást tartunk szintén, és hát így bármit, amire úgymond igényük van a helyi lakosoknak. Fontos számukra a környező településekkel történő együttműködés is a kapcsolattartással egyetemben. A helyi lakosok, igen, azt mondhatom, hogy elég aktívak, akiket így bevonunk, illetve mindig megkérjük, ugye én Tiszafüledről járok el, és nem mindenkit ismerek, hogy szóljunk a környező településnek, és akkor mindig az adott korosztály ugye megszólítja a többieket, például a fiatalabb anyukák, a települések fiatalabb anyukáit, a nyugdíjasaink, környező települések nyugdíjasait, és akkor így sikerül az információt mindenhová eljutatni, illetve jól működik a közösségi oldalunk, a Facebook, és hát ott megosztogatunk, kiírunk, úgyhogy így sokfelé eljut az információ. Ugyanígy történt ugye a majálisi rendezvényünk is, közzétettük, rengetegen telefonáltak, és akkor részletesen tájékoztattunk mindenkit a programjainkról, és így széles körben eljutott az információ mindenki felé. A nyár sokszínű programját a helyi lakosok közvéleményét felmérve állították össze, ami Tomaj Monostorához híven nem fog szűkölködni neves előadók tekintetében sem, mondta el Juhász Judit igazgató. Mária napi búcsú megtervezése hasonlóan színes és széleskörű programokat ígér a helyi, illetve a környékbeli lakosok számára. Úgy próbáljuk összeválogatni, hogy ezt egy közvéleménykutatás szokta megelőzni, hogy kinek milyen igénye lenne. Nyilvánvalóan mindenki számára próbálunk, ugye a kicsi gyerekektől kezdve, nyugdíjasaink, jó ebédhez szólanóta, illetve a nagy koncerteket is így szervezni. A köztes időszakban, szintén itt, hogy azért a nyár se legyen ennyire unalmas, ugye a Pünkösdi focikupát tervezünk, arra is majd valami előadókat hívunk, illetve együtt dolgozunk a megyei könyvtárral, és nekik is rendkívül sok és széleskörű programkínálatuk van, úgyhogy zenebohócok szoktak itt zenélni nekünk, meg Mátyás király életéről szóló előadásokat tartanak, majd Szigligeti Színháznak a előadó művészei, illetve a szegedi szabadtéri játékokra is szeretnénk eljutni, valamint a Szarvasi Vízi Színházba. Úgyhogy ezek ilyen buszos kirándulások lesznek, majd helyiek, illetve környékbeli lakosoknak a részvételével, az igényeknek megfelelően. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!